Miért épít az ember tornyokat? Miért épít az ember csúcsokat a tornyokra? Az megvan, hogy a felhőkarcolók többségén nem is antenna van? Ezeket a csúcsokat Spire-nek nevezik, és pont az a funkciójuk, mint a templomok és pagodák csúcsainak. Semmi! Jó, ez démonok a tűz, ez híd az ég és föld közt, ez megmutatja az időt, meg chillingel. A modern Spire-ökben megvan időjárás mérő berendezés, meg világhárító, szuper lámpa. Ezek mind olyan dolgok, amiket nyugodtan felszerelhettek volna az épület utolsó emelete fölé, mint ahogy ezt Japán második legmagasabb épületénél is csinálták. Technikai szempontból ugyanis semmi szükség ezekre a plusz méterekre. Vegyük példaként a világ legmagasabbját, a Burj Khalifát, aminek a liftje csak a 160. emeletig megy. Azt kérdezed miért? Mert ez egy 160 emeletes épület, hát ne legyél már hülye! Szépen beszélj a nézőiddel, te vadállat! Az épület innentől felfele érdemileg felhasználható területet nem ad a beltérhez. Az összképet és a dizájnt viszont erősen gazdagítja. Képzeljük csak el, hogy nézze ki Spire nélkül. Vagy képzeljük el a 100 km-re álló Burj Al Arabot, a magasságának 40%-át kitevő Spire nélkül. Vagy ezeket itt, ez mind? Ezek teljesen felesleges elemek, semmi értelme nincs. Mindegyik a legmagasabb akart lenni a maga kategóriájában, ennek semmi értelme. Vagy a Spire nélküli Eiffel-torony. Ez egy ilyen kempinges kerti sütögető? Ahhoz, hogy jobban megértsük a jelenséget, meg kell ismerjük a világ első Spire-ének történetét. A Technoscope Edition-t adom le, mert ha mindent a valódi nevén neveznék, nem lenne se vicces, se érdekes. Na figyeljetek! Faszikáinak ekkortájt több pénzük volt, mint amekkora f***uk, ezért inkább az épületeiket mérték össze. Az egyik meg is nyerte volna rendesen, csak hogy a másik egyik, aki a másik volt, sunyiban összetákolt egy teljesen haszontalan és funkciómentes tüskét, persze emberméretűt, amit egy jól időzített pillanatban nyomott ki vertikálisan. Vagy úgy, mint Randy, mikor rekordot dönt. God. Ezek alapján joggal gondolhatod azt, hogy modern épületeink csúcsai kizárólag esztétikai és fat méregetési indítatásból kerülnek helyükre. De mondok valamit, tegyük fel, hogy egy szuper magas épületet építsz. Ez azt jelenteni, hogy nem csak kiváló, nemzetközileg elismert művész vagy, de még a matematikához is remekül értesz. Nagy valószínűséggel nem vagy az, de tegyük fel, hogy az vagy. Fel van téve. Mikor kész lenne a műved, nem hagynád így, nem? Ha ennyi eszed azért már csak van. Viselkedj! Pláne ha csak 6 méter hiányzik ahhoz, hogy az épületed legyen Közép-Európa második legmagasabb, irodai felhasználású acélszerkezetes irodaháza. Tehát magyarul azért építesz csúcsokat, arról magyaráz a gyerek. Mert ezt akarod, ez a belső késztetésed. Na, álljunk meg egy szóra. Ez a faszi arról magyaráz, hogy saját maga magyaráz egy monitoron belül. Egyébként a világ negyedik legmagasabb épületére is majdnem felhúztak egy Spire-t. Ilyen kicsin múlt, érted? Ennyire kicsin múlt. Cserébe viszont most már biztosan tudhatjuk, kik állnak a dolgok mögött. És most jöjjön néhány klasszikus épület, amik szerintem még nem tekinthetők befejezetnek. A kép jobb oldalán láthatók az általam javasolt módosítások. Egyébként a tornyok egyetlen racionális és érdemi funkciója a kommunikáció segítése. Ezt szolgálják a rádiótornyok, irányító tornyok, UFO-s tornyok, toronyórák, világító tornyok, a földblokkból épült tornyok a Minecraftban, amikkel az utat jelölöd meg, hogy hazatalálj, kommunikálsz a múltbéli önmagaddal. De hát mi van a víztornyokkal, mi? Jó, azért azt is látjátok, hogy egy víztorony nem hasonlítható egy felhőkarcolóhoz, egy kibecseszett sörnyítóhoz. Amúgy a pagodák többségének nem is nagyon van beltere, a templomok tornyait belülről nagyrészt a csiga lépcsők teszik ki. Azért mondom ezeket, mert a videói milyenekről szólnak, szóval ha úgy érzed, kattints. De tényleg csak ha érzed. Érzed azt a bizsergő érzést a tarkódban, ahogy beszélek lágyan a hangommal a mikrofonba, miközben kattintasz. Kattints. Kövess be Facebookon, meg Instagramon. Nem áll. Essé már le!